Köszöntöm a Városi Televízió nézőit! Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látják 2023. szeptember 8-án pénteken. A pontos idő 20 óra. Kérem, tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Városi megemlékezés a II. Világháborús bombázás mezőtúri áldozatai és az 1945-ben a Szovjetunióba elhurcoltak emléknapja alkalmából. Berettyókupa, sárkányhajó verseny. A II. Világháborús bombázás mezőtúri áldozatainak és a Szovjetunióba elhurcoltak emléknapja alkalmából városi megemlékezésre került sor. Az eseményen Patkós Éva alpolgármester mondott ünnepi beszédet, felszólalt a túri olvasókör, a történelmi egyházak képviselői imádsággal emlékeztek az áldozatokra. A nap további részében az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére került sor a II. Világháborús emlékműnél, illetve az 1945-ben a városból elhurcolt lakosok emlékére állított emléktáblánál. Hölgyeim és uraim, kedves megemlékezők! Mezőtúrváros önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm Önöket a II. Világháborús bombázás mezőtúri áldozatainak és a Szovjetunióba elhurcoltak emléknapja alkalmából rendezett városi megemlékezésen. Ó Isten, Isten, édes jó atyánk! Vedd le mi rólunk büntető kezed! Irgalmazd nékünk, tekints le reánk! Szálljunk szívünkbe béke, szeretet! Uram, ne engedd, hogy a gonosz szellem testvért uszítson harcra testvér ellen. Békés szerszámmá váljon mind a dárda, fegyver miatt ne légyen senki se árva. Tisztelt mezőtúriak, tisztelt megemlékezők! Benedek Elek békét vágyó soraival köszöntöm Önöket emlékezésünkön. Számunkra, mezőtúriak számára vannak olyan fontos dátumok, események, melyek a hosszú évek során az életünkbe beleivódnak, különös jelentőséggel bírnak. Ilyen dátum számunkra szeptember 1-e is. E dátumot, ha számon tartjuk, akkor békeidőben az iskolakezdés izgalmát, reményteli várakozását jelenti. Azonban a II. Világégés idején, 1944. szeptember 1-e a magyar történelem nagykönyvébe fekete betűkkel íródott. Fájdalmas, pótolhatatlan veszteség, tragédia érte városunk sok lakóját. Idézzük most fel a tragédia történéseit. Átmeneti hadifogolytáborok. A foglyok kiszállításának két fő útvonala volt, a Debrecen-Máramarosz-sziget, Szambor-Kijev, illetve a Szeged-Arad-Temesvár, Brassó-Fogsány, Kisinyov-Csernyikov. Tisztelt megemlékezők! Itt idézem Móra Ferenc gondolatait. Ki fényesebb vagy, mint a csillagok, s olyan nagy, amilyen kicsi én vagyok. Én nem tudom, mi az a háború, de látom, hogy mindenki szomorú. A katonák dolgát sem értem én, csak a könnyűt édes szülőm szemén, és reszketek, mint a fiók madár. Uram, a háborút parancsold vissza már. Sajnos a háború újra itt zajlik Európában, a határunkon túl, Ukrajnában. A hírek, a képek, a borzalmat, a kétségbeesést, a bizonytalanságot közvetítik. A civil lakosság az, amelyik a legjobban megszenvedi az orosz-ukrán konfliktust. Habár csak a híradásokon keresztül, de szembesülünk a háború iszonyatával. Segítünk a bajba jutottakon, mindent megteszünk azért, hogy biztonságban élhessenek a hozzánk menekülők. És ekkor jutnak eszünkbe a mi történelmi háborús veszteségeink, a mi családjainkban megtört tragédiák, áldozatok. Mai megemlékezésünket azért tartom nagyon fontosnak, mert a történelem sorskönyvébe írtakat nekünk utódoknak ismerni kötelességünk, azokra emlékezni pedig megfelelően tudni kell. A tisztelet, a főhajtás ránk, utódokra testálódott. Tegyük ezt meg az őseink tiszteletéért, saját szívünktől vezérelve.
tisztelet az áldozatoknak. Köszönöm a megtisztelő figyelmüket. Szüleink mesélték el. Bordács Miklós visszaemlékezését hallgassák meg. Gyermekkorára általában szívesen gondol vissza az ember. Én is. Mezőtúri vagyok, mezőtúron voltam gyermek, életem legrégebbi emlékei mind mezőtúri történetek. Az a ház, ahol felnőttem, ma is áll, az egykori Berettyó utca, ma Táncsics Mihály utca egy számú háza. Még nagyapánk, idős dr. Bordás Miklós vásárolta a 19. század legvégén, és alakítatta tovább az ő korában szokásos polgári életforma kívánalmai szerint. Nagy a ház, de abban az időben még a családok is nagyok voltak, és nagyapánk, mint jogászember, megfelelő jövedelemmel is rendelkezhetett a fenntartásához. Amikor 1935-ben nagyapánk meghalt, szüleim a Berettyó utcai házba költöztek. Itt lakott a ház egy részében nagymamánk továbbra is, és mi testvérek hárman már itt születtünk, részben még a háború előtt, de Margit a legkisebb közülünk akkor, amikor édesapánk már 7 hónapja harctéri szolgálatban volt. A II. Világháborúhoz kapcsolódó emlékeim nagy része természetesen kötődik a házhoz, amelyben az események gyermekként értek. A háború utáni években, ahol cseperedtünk, szüleink családi körben sokat meséltek nekünk a háborúról, leggyakrabban a nyáresti vacsoráknál. Ilyenkor a család körül ülte a nagy asztalt, és mi gyerekek bele-bele kérdezve nagy átéléssel hallgattuk a történeteket. Ebben az időben már mezőtúron éltek a nagyapai házban Elvira néni és Musolin Béla bácsi keresztszüleim is 4 gyermekükkel, és így a 7 unoka együtt hallgatta az izgalmas történeteket, amelyeknek egy részét korábban közösen éltük át a pásztori nagynéninél. A sokszor meghallgatott történetek másik része a családdal történt eseményekről szól. Nekünk gyermekeknek azokról az eseményekről meséltek mindig, amelyek velük történtek. Ezek között Mezőtúr 1944. szeptember 1-én történt bombázása volt a főhelyen. Én még nem emlékezhetek erre. Esetleg az a kép maradhatott meg bennem, amit akkor láttam, amikor felhoztak a pincéből a légiriadó elmúltával, de talán valószínűbb, hogy csak a sokszor hallott történet él bennem úgy, mintha az akkor látott képet látnám magam előtt. Úgy tudom, hogy szép napsütétes nap volt szeptember 1-e. A szirénák délfelé szólaltak meg. Az ezt követő néhány perc történetét a család felnőtt korba lévő tagjai sokszor felidézték, és számtalanszor elmondták nekünk, gyermekeknek. A nővérem, aki már iskolás körül volt, emlékszik, hogy azokban a napokban rendszeresen voltak légiriadók Mezőtúron. De az is megszokott volt, hogy a riasztást nem követte légitámadás. Így történhetett meg aztán az, hogy a házunkban lakó szegény Gáborné hagyta aludni néhány hónapos gyermekét, amikor a szirénák megszólaltak, és már nem volt módja a kisgyermeket a pincébe vinni, amikor a bombázás megkezdődött. A középiskolás korú unokatestvérem és barátja, Benedek Miklós és Zolnai Miklós pedig megpróbálták megfigyelni a Mezőtúr felé közeledő repülőgépeket. Kertünkben volt egy különálló, öreg, vályokból épült kisebb ház a Damjanics utca felőli oldalon, amelyben a nagynénék lakott 2 fiával. Ennek a háznak a padlás feljárójáról figyelte a 2 gimnazista a repülőgépeket. Tőlük hallottam, hogy a repülőgépek először átrepültek Mezőtúr felett, majd megfordultak és visszatértek. A II. Világháborús bombázás mezőtúri áldozatainak és a Szovjetunióba elhurcoltak emléknapja alkalmából 2023. augusztus 31-én városi megemlékezésre került sor. Az eseményen Patkós Éva alpolgármester és a túri olvasókör mondott megemlékező beszédet, majd a történelmi egyházak képviselői imádsággal emlékeztek az áldozatokra. A nap folytatásában az emlékezés virágainak, koszorúinak elhelyezésére került sor a II. Világháborús emlékműnél, illetve az 1945-ben Mezőtúr városából elhurcolt lakosok emlékére állított emléktáblánál. Hogy ahol zűrzavar van és káosz, ott rend legyen, ahol nyugtalanságban béke
és megnyugvás legyen. Ahol gyűlölet van, a szeretet fogjon össze bennünket. Augusztus 26-án került megrendezésre a Berettyó Kupa sárkányhajóverseny, amely nagy érdeklődésre tett szert a lakosok körében. A versenyen több csapatméret tette meg magát, kemény küzdelmek folytak a Berettyó partján. A nap további részében pedig a minden évben sikeres lampionúsztatás és utcabál várta a város lakosait, ahol több színpadi fellépő, illetve retro parti is várta a kilátogatókat. Közben elindult a második utam, ahol a túli sárkányok és az acél sárkányok mérkőznek meg egymással. Hogyha jól látom, akkor a felső pályán a túli sárkányok, az alsó, tehát hozzá közelebb pedig az acél sárkányok küzdenek az elemekkel. És hamarosan érkeznek a célba. Lehet őket természetesen biztatni így az utolsó métereken, míg tempósabban jöjjenek a srácok és a hölgyek. Meg is az első helyünk, a túri sárkányok nyerik ezt a futamot. Nem sokkal lemaradt az acél sárkányok, és célba érkeznek. Egy nagy tapsot kérek szépen a két csapatnak. És a vegyes csapathoz is szeretnék még embereket doborozni, akár a gát oldalról is. Nyugodtan jöhet bárki, és beülhet a sárkány hajóba, illetve a csapatokból, akik már versenyeztek, onnan is várunk akár egy-két hölgyet és urat, aki még szeretne egyet sárkány hajózni. Az alsó pályán, hogyha jól látom, a túli sárkányok, a külsőn pedig a torpedó. Soros befutó lesz, az már biztos, lehet szurkolni a kedvenc csapatnak. Uha! Hoppá, hoppá! Na most kell kiszurkolni az utolsó métereken az összes. Na nézzük a célfotót. Célfotó dönt.
A versenyigazgatóság már nézi is a felvétel. Őket kell majd szidni. Még a VAR visszanéz. Ja igen, VAR. Na. Egyértelmű. A tévé is közvetíti a varozást. Élőben. Ja. Most a végén. Kikockázzuk. Hát igen, a sárkányok. Megvan a győztes. Hány centivel? Ennyi centivel. 40. Első helyen végzett a Túri Sárkányok csapata, második helyen pedig a Túri Torpedó csapata. Nagyon szoros volt. Videófelvétele meg lehet nézni a tévében. Akkor megkérem a csapatokat, hogy sorakozzanak fel itt a betonplacon egymás mellé. Nyilván majd közös fotót is fogunk a végén készíteni. De elsőnek természetesen az eredmény hirdetéssel folytatjuk. A díjak átadására Szűcs Dániel polgármester urat kérjük fel, aki át fogja adni tehát esnek az okleveleket, vagy emléklapokat. Volt nekünk egy vegyes csapatunk, de nem tudom, van-e itt a vegyes csapatból valaki, aki valamelyik fordulóban ment, neki adunk egy emléklapot. A vegyes csapatból köszönjük egy nagy tapsot, a vegyes csapat megérdemel. És akkor jöjjenek a helyezettek, ötödik helyen végzett, nagyszerű evezéssel a Letfak Sárkány csapat. Kedves Letfakosok, merre vagytok? Mentek dolgozni. Készülnek az esti bulira. Negyedik helyen végzett a Danke Schön csapata. Gratulálok! Harmadik helyen végzett az Acél Sárkányok csapata. A díjuk egy szép oklevél, egy kupa, egy pezsgő, valamint Szabó Ádám felajánlásában apró sütemény. Az esti bulira biztos szuper lesz. Jó étvágyat kívánunk hozzá. Harmadik tehát az Acél Sárkányok csapata. Még egy nagy tapsot kérünk szépen nekik. És gratulálok. Nagyon szoros volt a A-döntő. Ennyire. Nagyon szoros. Második helyen végzett a Túri Torpedók csapata. Gratulálok! Szintén egy kupai pezsgő és Szabó Ádám által felajánlott apró sütemény a díj. Még egyszer egy nagy tapsot kérünk a Túri Torpedó csapatának. És első helyen végzett a Túri Sárkányok csapata. Gratulálunk! Szoros döntőben végül ők diadalmaskodtak, na de majd jövőre vissza lehet nekik vágni. Szintén egy kupa, egy pezsgő, valamint Szabó Ádám által felajánlott apró sütemény, illetve az első helyezettnek egy nagyon-nagyon szép torta, amelyet Oroszné Ancsa ajánlott fel a győztes csapatnak. Köszönöm.
és ahogy az évek óta mezőtúron szokás, az abszolút bajnok, az első helyezett egy évig őrzi a vándor hevezőt, és majd kötve rá egy szalagot. Ez ebben az évben a Túri Sárkányok csapatáé, a vándor hevezőt átadja Füss Dániel polgármesterről. Kedves hölgyek és urak, kedves versenyzőtársak, szeretném megköszönni még egyszer, hogy a mai napon itt voltatok. Én azt gondolom, hogy nagyon jól éves feladat mindenki, ez egyértelműen látható volt. Az pedig, amit a döntőben látok, én a pár éve itt vagyunk a versenyeken. Én magam még ennyire szoros és izgalmas döntőt nem láttam, úgyhogy külön gratulálok még egyszer a Torpedóknak és a Túri Sárkányoknak. Rendkívül jó döntő volt, és különösen jó látni azt, hogy új arcok is megjelennek évről évre a Sárkányhajó versenyen. Úgyhogy bízom benne, hogy már látom az arcokon, hogy a visszavágóra már készülnek a Túri Torpedók a jövő évre. Ez azt jelenti, hogy van értelme ezt csinálni, úgyhogy köszönjük szépen a megerősítést. Köszönöm szépen még egyszer minden csapatnak, hölgynek és úrnak, hogy megtisztelt bennünket ma a jelenlétével. Nem áll meg a mai nap estéjén a buli, úgyhogy mindenki szeretettel várunk egy gyors sárköltözés után, vagy nem öltözés után, fönt a Kossuth-Lajos téren érezze jól magát mindenki, illetve hajópakolás után igen. És még egyszer szeretném megköszönni azoknak a kollégáknak, akik évről évre rendkívül sokat dolgoznak azért, hogy ez a rendezvény sikeresen lemenjen. Úgyhogy köszönöm szépen nekik a mai közreműködést is, Frankinek is külön a szakértelmet, és ha már szakértelem, akkor Lórinak meg különösen. Lórinak és a kormányos kolléga társának egy megtartást szeretnék kérni. Én azt gondolom, hogyha a Lóriék nem lennének itt velünk évről évre, akkor gyakorlatilag nem biztos, hogy így tudna működni az egész szervezés, úgyhogy nagyon szépen köszönjük. És köszönjük azoknak is, akik az időeredményeket mérték, és az a bizonyos videó elkészült. Torpedóknak és a Túri Sárkányoknak különösen javaslom, hogyha megcsináltuk a csoportképet, nézzétek vissza a videót. Valóban, tehát nagyjából az a 20-25 centi szerint, ami szemre, ami múlt és közben folyamatosan változott, hogy ki volt elől. Azt majd később, igen. Úgyhogy szívből gratulálok még egyszer mindenkinek. Nem tudom, hogy Lóri, átadhatom-e. Még egyszer nagyon köszönöm. Nekem azért kell taps, mert hogy életben maradtam ezek az őrült testoszteron vulkánok mögött. Egy tapsot kérek szépen. Prozasztó volt, hogy életben maradjon. Olyan erő van a bajóban, hogy mindig csodálkozom, hogy egyben maradunk. Nagyon köszönöm, eszmetlen jók voltatok, nagyon jól éreztük magunkat veletek. És akkor pakolás előtt egy csapatfotó jó hagyományoknak megfelelően itt a gátoldalba. Köszönöm szépen még egyszer mindenket, és érezzétek jól magatokat a nap hátra lévő részével, és jó bulit mindenkinek. Tessék mosolyogni, készül a fotó. Köszönjük szépen, még egyszer egy nagy tapsot magatoknak, és köszönjük szépen, hogy ebben az évben is versenyeztetek. A mai napon, augusztus 26-án került megrendezésre a sárkányhajó verseny, illetve majd este a lampionúsztatásra kerül sor. Mit tudhatunk a mai nap eseményeiről? Sok-sok éves hagyomány már, hogy a Mezőtúrváros Sportjait Alapítványa immáron közösen a Közösségi Ház csapatával megszervezi ezt a sárkányhajó versenyt és a lampionúsztatást. Évről évre igyekszünk minél magasabb színvonalon megrendezni ezt a rendezvényt, hiszen azt látjuk, hogy mezőtúron, nyilván a hagyományos Túri Vásár és Artúr Fesztivál után, illetve a mindenki által szeretett 10 fesztet követően, azt gondolom, hogy a legnagyobb rendezvénye mezőtúrnak. Nagyon sokan szeretik a lampionúsztatást, magát a sárkányhajó versenyt is, úgyhogy minden évben hosszú időszak előkészítő munka előzi meg ezt a szervezést, úgyhogy azon is szeretném megköszönni a kollégáknak, akik részt vesznek ebben. Öröm látni, hogy a mai napon 6 sárkányhajós csapat nevezett erre a rendezvényre, és hát jó látni, hogy mindenki jól érzi magát, az pedig különösen, hogy aki ért is hozzá, Lóriék azt mondják, hogy az idén különösen olyan csapatoknak sikerült összeállniuk, akik nagyon jól érzik egymást, jó ütemben neveznek együtt, úgyhogy tök jó időeredmények is születnek. Mindenkinek én azt gondolom, hogy egy kellemes elfoglaltság a mai délután. Vannak olyan csapatok, akik szinte minden nap valamilyen sportágnak hódolnak, tehát jó edzettségi állapotban vannak.
És vannak olyanok, akik csak úgymond a buli kedvéért jöttek el, vagy a barátság és az összetartozás kedvéért, hogy kicsit jól érezzék magukat. Épp most is mögöttünk Lóri épp egy vegyes csapatot szervez, hogy ők is kipróbálhassák a sárkányhajó evezést. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy jól érezze magát mindenki. Ezt követően pedig este, ahogyan majd megy le a nap, megrendezzük a mindenki által nagyon szeretett és várt lampionóztatást, ami azt gondolom, hogy minden évben egy csodás látvány nyújt itt a Hortobágy Berettyó partján. És ezt követően pedig a hagyományos utcabál is megrendezésre kerül, egy jó kis retro bulival itt a Kossuth Lajos téren a Városháza előtt. Nagyon sok ismerős jelezte az elmúlt hetekben, hogy nagyon várják már ezt a rendezvényt, úgyhogy én azt látom már itt a délutáni forróság ellenére is, hogy sokan voltak kíváncsiak, már a délutáni programokra is, és azt követően pedig este, hogy a hőmérséklet is nyilvánvalóan majd kicsit csökken, illetve enyhül ez a kánikula, szerintem nagyon sokan lesznek kint az esti programokon. Ez a cél, ezért rendezzük ezeket a programokat, hogy minél több mezőtúr, illetve vidékről látogató vendég is jól érezze magát. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a mai nap is jól szolgálja azt a célt, hogy tényleg mindenki ki tudjon kapcsolódni. Hát pláne, hogyha délután a mozgás is ugye szerepet játszik itt a sárkányhajó versenyen, az meg szerintem különösen fontos és jó dolog. Az elmúlt hetekben, hónapokban ugye a kikötő fejlesztése is megvalósult. Lent a Rózsadomb irányából ugye meghosszabbítottuk a kikötőt, megépült az a sólyázó, amire már szintén régóta vártak azok, akik hajóval közlekednek, hogy még biztonságosabban tehessék le a hajójakat a Hortobágy-Berettyóra, illetve megépült ez a lejáró is, ahol éppen most mi is állunk. És ezt követően is még különböző fejlesztések előtt állunk, sok tervünk van a kikötő további bővítésére, és azon kívül pedig a turisztikai célpontunk is nagyban itt a Hortobágy-Berettyó környékére tevődik, illetve a gáton való kerékpározásra és más lehetőségekre. A vízisport élet, ami jó pár évvel ezelőtt még itt a 80-as években is nagyon-nagyon népszerű volt mezőtúron. Én azt látom, hogy az utóbbi időben egyre többen vásárolnak maguknak egyébként akár kajakot vagy kenut. Nyilván túrakajakokról, kenukról beszélünk. És én azt gondolom, hogy a későbbiekben ezeknek a száma csak tovább fog növekedni. Nyilván ezért próbálunk mi is azon gondolkozni, hogy minél jobban próbáljuk itt az infrastruktúrát fejleszteni ebben az irányban. Úgyhogy a célok megvannak, igyekszünk hozzá forrásokat rendelni és támogatókat szerezni. Én azt gondolom, hogy jó úton járunk. Kedves hölgyeim és uraim, még egyszer nagy szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit Mezőtúrváros önkormányzata, valamint Mezőtúrváros sportjáért alapítvány nevében a 2023-as lampion úsztatáson és utcabálon. Hála Istennek, idén is nagyon-nagyon sokan vagyunk, és örülünk, hogy újra eljöttek és ezt a rendezvényt választották itt városunkban. Kiemelt tisztelettel köszöntöm és kérek egy nagy tapsot Mezőtúrváros polgármesterének, Szűcs Dániel úrnak. Jó estét! Tisztelettel köszöntjük Herceg Zsolt urat, országgyűlési képviselőnket. Fölkérem polgármester urat, Szűcs Dánielt köszöntő beszédének megtartására. Köszönöm. Kedves hölgyek és urak, nagy szeretettel köszöntök mindenkit önkormányzatunk is a magam nevében a lampionúsztatásom. Jó végignézni a rendezvény területén és a gátoldalon. Ez mindig megerősít bennünket abban, hogy annó, amikor kitaláltuk ezt a rendezvényt a 2010-es évek elején, akkor ez egy hiánypótló és jó gondolat volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadták a meghívást. Én azt gondolom, hogy ma is csodás látványban lesz része mindenkinek, aki lampiont hozott magával, és nyilván annak is, aki nem és csak megtekinteni, nézni jött ezt a csodás látványt, amit immáron több mint 10 éve láthatunk minden egyes nyár alkalmával itt a Hortobágy-Berettyón. Itt az elmúlt hónapokban azon dolgoztunk, hogy a Hortobágy-Berettyó kikötőjének infrastruktúrája egy kicsit fejlődjön, úgyhogy ahogyan a ma este folyamán is, majd amikor átadják a lampiont, és azt igyekszünk minél gyorsabban és hatékonyan vízre bocsájtani, majd javaslom mindenkinek, hogy sétáljon le a kikötő végéhez is, ugye meghosszabbítottuk a Rózsadomb irányába. Viszont azt szeretném kérni mindenkitől, ahogyan ezt minden évben megtesszük, hogy első a biztonság a mai este folyamán is, ezért
Egyrészt már köszönöm a türelmet mindenkinek, hogy szépen és türelmesen és csendben sorban áll, és kérem, hogy az este hátralévő részében is legyen ez így, mindenki sorra fog kerülni, igyekszünk minél gyorsabban a lampionokat majd vízre tenni, de kérem, hogy figyeljen mindenki a mellette állóra, illetve külön kérem a szülőket, hogy figyeljenek gyermekeikre majd a későbbiekben, ahogy a kikötő további részében majd tovább mennek. A lampionúszatás követően pedig utcabállal készültünk idén is a Kossuth-Lajos térre, oda is szeretettel várunk mindenkit. Bízom benne, hogy ma este is mindenki jól fogja magát érezni. Én előre is köszönöm szépen a mai napot a közösségi ház csapatának és Mezőtúváros sportjáért alapítvány dolgozóinak, önkénteseinek. Ma is kitettek magukért, egy eredményes sárkányhajó versenyen vagyunk már túl, és azt gondolom, hogy egy csodás este elébe nézünk. Köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttek, érezzék jól magukat, köszönöm a megtisztelő figyelmet. Köszönöm szépen, polgármester úr, gondolatait, és most fölkérem Herceg Zsolt országgyűlési képviselő urat, szóljon ő is önök. Köszönöm szépen, tisztelt polgármester úr, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon nagy szeretettel köszöntöm mindannyiukat. Először is szeretném megköszönni a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek. Ahogyan polgármester úr is elmondta, a Hortobágy-Beretyó főcsatornát az önkormányzati fejlesztések ugye jelentős mértékben ugye érintették, és hát reményeink szerint a következő években egy még nagyobb, egy rendkívül nagy volumenű fejlesztésnek lehetnek majd tanulni a mezőtúriak. Azért dolgozom többek között, hogy ez meg tudjon valósulni. Tisztelt hölgyeim és uraim, én is szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki azért dolgozott az elmúlt napokban, hetekben, hogy akik ide kilátogatnak, azok jól érezzék magukat. Köszönöm én is Mezőtúrváros sportjáért alapítványának, az önkormányzatnak, minden dolgozónak, aki tényleg le a kalappal végezte a dolgát, és ezt a nagyszerű hagyományt, amit ugye polgármester úr említett, hogy 2010 után vezettük be és indult útjára, az továbbra is működik, és nagyon remélem, hogy hosszú időn keresztül még ilyen szép látványban lesz része az ide kilátogatóknak. Tisztelt hölgyeim és uraim, mindenkinek kellemes estét kívánok, jó szórakozást, és én is felhívnám a figyelmét mindenkinek, amit polgármester úr mondott, hogy egy vízparton vagyunk, tehát mindenki vigyázzon a saját, illetve a gyermekei és a másik testi épségére. Mindenkinek szép estét, jó szórakozást kívánok, köszönöm szépen. Köszönöm szépen, képviselő úr, és akkor néhány pillanat múlva kezdődik a lampion úsztatás. Nagyon-nagyon szépen köszönjük azt, hogy évről évre hozzájárulnak munkájukkal a rendezvény sikeréhez. Úgyhogy mezőtúr jóvónők, nagyon szépen köszönjük még egyszer a segítséget. Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látták. Újabb adással jövő hét pénteken is várjuk majd Önöket. Addig is minden jót, viszontlátásra!